Sárga falak között, hol a nyelvtan csuda jó, íródik mondat és szó. Történelmi tények között verseket olvasunk, és mindig vidámak vagyunk. Jókai Radnóti, Adi Arany, Petőfi, Tóth Árpád és persze Balassi. Mi vagyunk az icikék, mi vagyunk a picikék, a humános törpékék. Engem Csenginek hívnak. Én pedig Anna vagyok. És 2020-ban végeztünk a Szilágyiban. Én nagyon nehezen választottam középiskolát, és az utolsó pillanatig nem tudtam, hogy hova akarok menni. De aztán végül azért választottam a Szilágyit, mert egyszerűen annyira jó hangulata volt, és annyira megfogott az az érzés, ami ott engem elfogott, hogy aztán végül szinte rögtön, mikor elkezdtük a Szilágyit, biztosítottam benne, hogy jól döntöttem. Nagyon kiskorom óta a művészeti pályára készültem, tehát nekem elsősorban az volt a fő célom a gimnázium választása, hogy egy olyan gimnáziumba kerülhessek, ahol ezeket a karriereket is támogatják, és én úgy éreztem, hogy a Szilágyiban ezt átkarokkal fogadták. Az egyik nagyon meghatározó élmény a Szilágyis éveink alatt szerintem a diáknak. Ez annyi készülést és annyi izgalmat magával vont, hogy szerintem ez mindenkinek örök élmény marad, még ha az elején kicsit stresszes is volt, és sok volt a dráma és a veszekedés. Utólag szerintem mindenki azt gondolja, hogy ez tényleg egy olyan élmény, ami hozzátartozik ahhoz, hogy valaki igazi színhány is legyen. A diáknapok alatt is az volt a legfőkép az elsődleges mindenkinek, hogy szilágyisak vagyunk, és attól függetlenül, hogy akkor abban a pillanatban versenytársak voltunk, mindig az volt az elsődleges, hogy attól még egy suli vagyunk, és szeretjük egymást. Igen. És nem mindig az volt a leghangosabb, hogy A, B, C, D vagy E, hanem hogy Szilágyi. És én minden leendő Szilágyisnak és mostani Szilágyisnak azt szeretném üzenni, hogy becsülje meg nagyon, hogy ő most Szilágyis, mert nagyon-nagyon fog hiányozni. És utólag tudja az ember értékelni. Bármennyire is meglepő, a kedvenc emlékünk, azok úgy általánosságban a hétköznapok, mert bár a Szilágyiban nagyon-nagyon sok program volt, tényleg szinte minden péntekre jutott valami, mi mégis szerettük a szimpla hétköznapokat is, mert egyszerűen akkor is annyi minden történt, az aulában csak körbenéztünk, és mindig lehetett látni valami éppen új történést. Én művészeti pályán fogok majd tovább tanulni. Én pedig szeptemberben kezdtem a jogi kart az ELTE-n, és úgy gondolom, hogy ehhez nagyban hozzájárultak a Szilágyis tanárok és a felkészítés. Jelzik nekünk Supi, meg a franciák, meg az osztály. Legyetek büszkék arra, hogy Szilágyisok vagytok. Gyertek a Szilágyiba. Puszi, puszi. Sziasztok! Sziasztok, nyolcadikosok! A 9B tanulói vagyunk. Aki felejthetetlen gimis éveket szerette, az jöjjön ebbe a suliba, mert tanárdiák két jó barát. Tudjuk, hogy most nehéz döntés előtt álltok, mi is voltunk ebben a helyzetben, de a Szilágyi mindenféle szempontból csak jó döntés lehet. A legjobb minőségű oktatást kaphatjátok, és emellett a legjobb közösségek születhetnek itt meg. És ne feledjétek, ez lesz életetek legjobb 4 éve, vagy több, attól függ, hogy mennyit buktak, vagy Arany Jánososok vagytok-e. Budapesti Gazdaság Egyetem harmadik éves hallgatója vagyok, egyébként ex-szilágyis Arany János programos tanuló. Sziasztok! Én Bezek Vigyel, és én is a Szilágyiban tanultam, az Arany János tehetség programban, és most a Budapesti Kórházi Egyetem Gazdasági Egyetem hallgatója vagyok, most harmadik éves. Igen, egy osztályban. Tehát akkor ti osztálytársak voltatok? Osztálytársa, kollégistatársa, meg igen, együtt éltünk. Azóta is tartottam. Tehát akkor megismerjük egymást. A kollégiumba is jártatok, vagy kollégiumba is laktatok, bocsánat. Hogy nem már
aztán a Szilágyi, hanem hogy egy kollégiumból, mert szerintekes volt tényleg ez a társaság, meg az osztályunk is, hogy mindig együtt volt, és ez olyan élmény, ami pótolhatatlan számomra. Én pedig vidéki voltam, és igazából a kollégium kézenfekvő lehetőség volt, de nem számítottam, hogy ez ennyire életre szóló élmény lesz, és van. Rengeteg emberrel ismerkedtem meg, és az igazság, hogy nem csak az osztályokból, de más kollégiumokból is jó kapcsolatban, baráti viszonyban kerülhet. Szerintem ez mindenkit megéri. És mit tudnál kiemelni ezekből az évekből, esetleg egy kollégiumi sztori, valami bentfentes? Igazából a kollégiumban van egy szervezet, aki folyamatosan szervez programokat az összes kollégiumi lakónak, és ezeken nagyon jól el lehet szórakozni, mondjuk farsan. Igen, tehát én voltam ugye ennek az egész diák önkormányzati szervezetnek az elnöke, és minden jeles alkalomkor igyekeztünk színesíteni egy kicsit a kollégiumnak a légkörét, voltak süti vásárol, Mikulás napi buli, farsan mi buli, tehát hogy tényleg igyekeztünk még szorosabbá kovácsolni ezt a kis közösséget, ami a kollégium belül létrejött. Családias vagy családias ez a környezet? Inkább ezt szeretném kérdezni. Szerintem alapvetően egy kisebb család viszonylag kialakul az osztályok között, akik ugyanabban az osztályból kerülnek meg kollégiumba. Régszinten olyanok voltunk egymásnak benn, mint tényleg egymás testvére, egy második család. Tehát mi tényleg úgy tekintettünk egymást, hogy ha baj volt, ha öröm volt, ha bármi, már akkor egyből csak tudtam, hogy csak egy szintet fel kell mennem, és akkor pedig volt, ezt mindent el tudok mondani. Úgyhogy tényleg én abszolút egy második családként nekünk vettem rájuk végig. Sziasztok, kedves továbbtanulni vágyok, a továbbtanulás dilemmájával küzdködő diáktársaim. Én Nyesete Ibolya vagyok, a Szilágyi Erzsébet gimnázium és kollégium 10. osztályos IETP-s tanulója. A nyílt napok elmaradása miatt sajnos nem tudtatok eljönni megnézni, hogy milyen klassz kis gimi is ez a Szilágyi. Most azt hittétek ugye, hogy elkezdem ezt nektek ecsetelni. Hát nem, gyertek és nézzétek meg, tanuljatok ti is itt. Ígérem, nem fogjátok megbánni. Én azt tanultam meg a Szilágyiban, hogy az irodalom, a kultúra az valamelyest életvitel, életstílus vagy életmód. Gondolok itt arra, hogy a Kávé Bajusz nevű helyen Győrben mondjuk eszembe jut Kányádinak az a sora, hogy mosoly vagy a bajuszon. És ha éppen szóróan térek be erre a helyre, akkor az is, hogy könyv vagyok a két szemedben. Ha valami konkrét kézenfogható dologra gondolok, akkor mondjuk eszembe jut az, hogy magyar szakosként szakmai gyakorlaton tudtam részt venni egy országos rádiónál, illetve tartalomgyártóként, meg community managerként vettem részt egy olyan szervezetnél, ahol jelenleg belső vezetőként dolgozom, szóval megéri Szilágyi is lenni és humántúzatnak. Trust me. Sziasztok! Fazekas Márton vagyok, a Szilágyi Erzsébet gimnázium tanulója. Hogy miért ajánlom neked a Szilágyit? Mert valóban azt tanulod, ami érdekel, és versenyképes tudásra teszel szert, ami hidd el, jól fog jönni az egyetem alatt. Mert a közösség családias, összetartó, a diákok kedvesek és befogadóak. A diák életet színesítik a különféle tévanapok és diáknapok. Harmadik, mert Szilágyisnak lenni jó. Sziasztok, Szabó Viktor vagyok. 2014 és 2019 között jártam a Szilágyi Erzsébet gimnázium Arany János tagozatára. Úgy kerültem be, hogy volt ismerőseim és tanáraim is ajánlották ezt az iskolát, és azt mondták, hogy nagyszerű élményekkel fogok gazdagodni, hogyha idejövök. A diáknapok nagyon sok izgalmat fognak rejtegetni, és hogy örömmel fogok bejárni az iskolába. Minden mondatuk igaz volt, ez így is történt. Nagyon sok barátot szereztem az iskolában, és egy nagyszerű közösség alakult ki, és úgy gondolom, hogy ez már évek óta ilyen itt a Szilágyiban, és titeket is arra inspirálok, hogy gyertek a Szilágyiba, és érezzétek jól magatokat, tanuljatok sokat! Sziasztok! Mi 8 évig az Eszterházyban tanultunk, most pedig a Szilágyi diákjai vagyunk.
Én Fejes Ábel vagyok a 10. C osztályból. Én pedig Pásztor Panna a 10. A osztályból, és meg szeretnénk veletek osztani néhány információt, hogy miért érdemes a Szilágyit választani. A Szilágyiban gyorsan, élvezetesen és hasznosan telnek a diákévek. Érdeklődési köröd szerint, legyen az humán, reál vagy idegen nyelvek, különféle tagozatok közül választhatsz. A tanórákon és a szakkörökön versenyképes tudásra tehetsz szert, ami a továbbtanulás szempontjából fontos lesz számodra. Az ismeretek megszerzésében kedves, türelmes és jól képzett tanáraink segítenek. Az órákon a humor és a jókedv is gyakran jelen van. A diákok jófejek és összetartóak. Iskolánkban pezsgő diák élet folyik, amit a diák önkormányzat koordinál. Nagy hangsúlyt kap a közösségépítés és a kreatív programszervezés is. Legjelentősebb közösségi programjaink a Gólyatábor, az Erzsébet bál, a diáknapok és a témanapok. Az iskola rendszeresen szervez táborokat, külföldi utakat és csereprogramokat, melyek felejthetetlen élményekkel és tapasztalatokkal gazdagítanak. Ha felkeltettük az érdeklődésedet a Szilágyi honlapján, számtalan információt találsz még. A Facebook és Instagram oldalán pedig sok-sok képet és videót találhatsz. Reméljük, jövőre sokatokkal találkozunk. Addig is! Sziasztok! 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 Bódi Barnabás vagyok, és az előző 4 évemet boldog szilágyisként töltöttem. Jelenleg a Budapesti Gazdasági Egyetemre járok, méghozzá gazdálkodási és menedzsment szakra. És hogy ti miért választhatok a Szilágyit? Hát egyrészt tökéletesen megalapozza a tanulmányaitokat, biztosan felvesznek egyetemre, illetve a közösség, hát ez a legjobb egerben a középiskolák közül. Minden napomat élveztem az iskolában, és ezt most őszintén mondom, nem csak ilyen kamuduma. Úgyhogy sok sikert a felvételihez, és írjátok be a Szilágyit elsőjel. Sziasztok! Sziasztok, én Fanni vagyok. Én pedig Léda, 9. K osztályos tanulók. Mi is csak most csöppentünk a Szilágyis életbe, de annyit tudok mondani, hogy már most imádjuk. A 9. K annyit takar, hogy angol specen vagyunk, ami azt jelenti, hogy átlagosan heti 5 órában tanulunk angolt, rendesen képzett, aranyos és kedves tanárokkal. A közösség szempontjából annyit tudnék elmondani, hogy az osztály és az évfolyam is nagyon nagy forma, nagyon viccesek és nagy humorérzékük van. A felsőbb évesek pedig nagyon-nagyon segítőkészek, ugyanis bármilyen problémánk van, mindig tudunk hozzájuk fordulni, és átlagosan segítenek is. A programokról annyit, hogy nagyon-nagyon sok diáknapunk, gólyanapunk, egyéb szervezett programaink vannak, amelyet a tanáraink valósítanak meg diákok segítségével. Volt egy gólyatáborunk is, ahol elhangzott egy kulcsmondat, amit most egy kicsit átformáltunk nektek, és így hangzik. Ez lesz életetek 4 legboldogabb éve! Sziasztok, mi az Egri Szilágyi AITP tagozatos diákjai vagyunk, és ezt a tagozatot szeretnénk nektek most bemutatni. Az AITP program leginkább azoknak a diákoknak kedvező, akik hátrányos helyzetűek, hiszen nyelvvizsgát és jogosítványt is támogat a program, emellett 0. osztályban emelt óraszámban tanulunk informatikát, amely segítségével ingyen lerakhatjuk az ECD nyelvvizsgát. A financiális támogatások mellett az AITP-s diákok nagyon sok élménnyel bővülnek, gyakorlatilag már egész Magyarországot bejártuk a havi egy bennmaradósok keretében, és a legelső külföldi utazásom is egy AITP-s sítáborral valósult meg. Igazából alig várom a felvidéki és az erdélyi utazásunkat is, no meg persze a nyelvvizsgám letétele után majd az angliai utunkat is. Gyertek a Szilágyiba! Gyertek AITP-re! Sziasztok! Kókai Lilla vagyok, Jászent Andrásról érkeztem az Egri Szilágyi Erzsébet gimnázium és kollégiumba. Itt kezdtem meg tanulmányaimat 2014-ben, az Arany János tehetséggondozó program keretein belül. Rengeteg lehetőséget kaptam a programtól, amiket igyekeztem megragadni. Így tettem le első lépésként az ECDL bizonyítványt, később a nyelvvizsgát, a jogosítványt, sítáborokban és külföldi tanulmányutakon vettem részt, mindezt a program finanszírozásában. Az 5 év alatt osztálytársaimmal is támogattuk egymást, mind a tanulmányok terén, mind lelkileg. Sok időt töltöttünk együtt, de nem csak a tantermek falai között vagy a kollégiumban, hanem a hétvégi kirándulások alkalmaival is. Az ország szinte minden szegletébe eljutottunk, ezzel rengeteg élményt és ismeretet szerezve. Minden középiskolai tanulmányai előtt álló diáknak meleg szívvel ajánlom az Arany János tehetséggondozó programot. Jelenleg a Debreceni Egyetem gazdaságinformatikus hallgatója vagyok.
Miután elballagtam a Szilágyiból, húgom kezdte meg itt tanulmányait, és biztos vagyok benne, hogy nem bánta meg döntését. Sziasztok, Kóka Eszter vagyok. Igen, teljes mértékben egyetértek a nővérem véleményével, és egyáltalán nem mentem meg, hogy az EGRI Szilágyi Erzsébet Gimnázium és Kollégium Arany János tehetséggondozó programába jelentkeztem. 2019-ben kezdtem meg a tanulmányaimat itt a gimnáziumban, és már az első napon szívélyes fogadtatásban volt részem. A diák közösség rendkívül összetartó és barátságos, egy igazi élmény velük együtt dolgozni és élni is. Közösségi emberként az iskolai és a kollégiumi diák önkormányzat jelképes tagja is vagyok, ezzel segítve a tanárok és a diákok közötti kommunikáció gördülékenységén és a diákok problémáinak, illetve elvárásainak megoldását a jobb és hangulatosabb iskolai napok érdekében. Az osztályom egy remek csapat, mindannyian örülünk a program által nyújtott lehetőségeknek. Remélem, hogy a későbbiekben még több leleményes és tehetséges diák fog csatlakozni ehhez a közösséghez. Sziasztok! A nevem Kocka Benyámin, jelenleg technikai vezetőként telnek a napjaim. Rendeztem már filmeket, vagy sokszor csak rekket toltam, de a lényeg, hogy Szilágyi is diák voltam. No de kezdjük a legelején. Miért a Szeget választottam 2005 elén? Először is teremtsünk hagyományt. Édesapám után én is itt folytatnék minden tanulmányt. Továbbá hittem a szóbeszédnek, a megye legjobb gimijébe csak beférek. Ám a legfőbb ok, itt indul csak humán tagozat, ennek köszönhetjük-e merímes, vagy inkább rémes sorokat. Osztályfőnököm Antal Andrea tanárnő lett, tőle ered a történelem és irodalom szeretet. Kamatoztatom is az általa szerzett tudásanyagot, néha beszédeket írok, vagy százak előtt szavalok. A bések nem unatkoztak soha, zajlott az élet más órán is, Bernát Zsolt tanár úr dogáiban kedvencünk volt az igazhamis. Barabás tanár úr fizika óráit is élveztük, bár humánosként nem mindig értettük. 2009-ben az osztállyal együtt megérettem, az EKF-re mentem tovább, akkor még nem volt egyetem. Mozgóképkultúra és médiaismeret szakon folytattam, végül itt vagyok 2020-ban. De hogy az egy percből nehogy kicsúszak, késő, engedjétek meg, hogy elbúcsúzzak. Szeretettel ajánlom a Szilágyit, ha nem csak a jegy, hanem a tudás is számít.